Optikai csalódás Sepsiszentgyörgyön, megnyílt Fazakas Tibor képzőművész tárlata. Fekete, fehér és egy kicsi arany, megnyílt Fazakas Tibor erdélyi képzőművész kiállítása az Erdélyi Művészeti Központban. Fazakas Tibor az egyike azoknak, akikre hatott a 20. századi Viktor Vazarelli által teremtett op-art stílus. Ezúttal Sepsiszentgyörgyön láthatók alkotásai, melyek a mozgás és a tér illúziójával, az optikai csalódással játszanak. Egyszerűsített formákkal, általában fekete-fehérrel dolgozok, 90 után bevedettem az aranyszint is. Először megrajzoltam pontosan centiméterről centiméterre, és azután ecsettel próbáltam kifesteni. Az erdélyi magyar grafikus az elmúlt évtizedekben továbbfejlesztette művészetét. Eltért az ipari tájak kiemelésétől, művein a figuralitás kapott helyet hol rejtve, hol nyíltan. Manapság elképzelhetetlen, hogy ez nem számítógéppel készült, hanem ecsettel, vonalzóval, az árnyalatokat kis tégelyekbe kikavarva, 2 milliméteres vonalakból áll egy nagy kép. Fazakas Tibor egy személyben csinálta meg ezeket a munkás és nagy koncentrációt igénylő ábrázolást. A tér illúzió eszközei egy a valóságtól elemelkedett világot teremtenek meg az Erdélyi Művészeti Központban.